Ebben a mostani videóban a krillolaj pozitív hatásairól lesz szó. 8 olyan betegségről, amikor érdemes krillolajat szedni, mert nagyon sok esetben akár jelentős mértékben is javíthatunk vele az egészségi állapotunkon. Üdvözöllek itt, Ujjai Szabolcs Zoárd! A tengeri krillek apró rákfélék, amelyekkel a bálnák is táplálkoznak, biomasszájuk, tehát tömegük a tengerekben óriási, becsült mennyiségük 500-800 millió tonna közötti, amiből évente mindössze elenyésző százalék halászható a szigorú szabályozások miatt. A krillolaj legfőbb hatóanyagai az omega-3 sírsavak, az EPA és a DHA, illetve az antioxidáns vegyületek, melyek közül a legfontosabb az asztaxantin. Az asztaxantin adja a vörös színét a krillolajnak, tehát azért piros a színe és nem sárga, mint a halolajnak. A krillolajban van még A, E és D vitamin is, illetve omega-6 zsírsavak és kolin, ami a zsírok szállításában, a máj regenerálódásában, valamint az idegsejtek és az izmok közötti ingerület átvitelben játszik fontos szerepet többek között. A krillolajban háromfajta kolin van jelen, amelyeket foszfolipideknek is nevezünk. Foszfatidilkolin, foszfatidil etanolamin és foszfatidil inozid. Az omega-3 zsírsavak ezekhez kötődnek hozzá, és ez a foszfolipid kötés ugyanolyan, mint amilyen formában az omega-3 az emberi testben is jelen van. Emiatt a krillolajból az omega-3 sokkal jobban be tud épülni a testünkben, mint például a halolajból. Ugye a halolajokban teljesen más kötésben van az omega-3, így mielőtt a testünk fel tudná használni, több lépésben át kell, hogy alakítsa, amely átalakítás során veszteség keletkezik. Nézzük most meg azt a 8 problémát, amikor ajánlott a krillolajat a terápia részévé tenni, illetve hogy mi az, amit lehet még mellé szedni adott betegségek esetén. Az első a magas vérnyomás. Az omega-3 zsírsavakat a legtöbb orvos is ajánlja a terápia részévé tenni magas vérnyomás esetén. A krillolaj annyiban jobb más omega-3 készítményekhez képest, hogy a benne lévő asztaxantin is tud segíteni azzal, hogy növeli az erek rugalmasságát. A második az ízületi és porc problémák, mint a porckopás, az ízületi gyulladás, a reuma. Sokan fogyasztják most már hazánkban is ebből a célból a krillolajat, és több kutatás is igazolta egyértelműen klinikai körülmények között, hogy a krillolaj képes csökkenteni a negatív tüneteket artritiszes betegeknél már 30 napon belül. Ízületi gyulladás, porckopás és más hasonló ízületi, illetve porc probléma esetén a krillolajat érdemes megtámogatni a zöldkagyló kivonattal, mert ez segít például visszaépíteni a fájdalmakat okozó kopott porc részeket. A szemeinkre is nagyon jó hatása a krillolaj, ez lehet a harmadik problémakör. A szemeink számára nagyon fontosak az omega-3 zsírsavak, csökkentik a gyulladásokat, támogatják a retina megfelelő működését, az asztaxantin pedig fel tud halmozódni a szemeidben, és képes hosszú távú védelmet adni a szemeknek a szürke hályoga, a zöld hályoga szemben, illetve időskorral járó szemproblémák esetén is. Szemproblémák esetén a krillolaj mellé nagyon hasznos még a fekete áfonya is. A negyediknek, férfiaknál a spermák minőségének feljavításáról kell beszélni. A krillolajban lévő asztaxantin csökkenteni tudja a spermákat károsítő szabadgyökök számát, így hosszú távon végeredményben fokozza a férfiak megtermékenyítő képességét. A DHA hiányában, ez ugye az egyik omega-3 zsírsavféle, gyakorlatilag a spermák nem képesek a megtermékenyítésre, mivel a DHA-ra van szükség ahhoz, hogy az akroszómák egyesüljenek a spermasejt csúcsán. Ezek a sperma végén lévő akroszómák kulcsfontosságúak, mivel ők törik át a petesejt falát, így ha nem működnek megfelelően, jelentősen csökken a spermák megtermékenyítő képessége. Az ötödik problémakör az agyműködéshez kapcsolódó funkciók, mint a memória vagy a koncentráció. Az omega-3 zsírsavak pozitív hatásai az agyunkra jól dokumentáltak, rengeteg tanulmány készült már ezzel kapcsolatban, mint például depresszió, szorongás, memória vagy koncentráció esetén. A krillolaj azért jobb, mint más omega-3 készítményekhez képest, mert a benne lévő asztaxantin át tud hatolni a véragy gáton, így jótékonyan fel tud halmozódni az agyban, azaz hosszú távon tud ott antioxidáns hatást kifejteni. Fontos különbség az is a krillolaj és a halolaj között, hogy a krillolajban lévő omega-3, ahogy említettem az elején,
foszfolipid kötésben van, azaz olyan formában, ahogyan ugye a sejtjeinkben is jelen van az omega-3. Emiatt a krillolaj omega-3-jában lévő DHA például sokkal nagyobb arányban tud hasznosulni az agyban, mint például a halolajból. Sokat segíthet a krillolaj a bőrünk állapotán is, ez lehet a hatodik terület, ahol élvezni tudjuk a támogató hatásait. A pattanásoktól a dermatitiszig szinte minden bőrbetegségnek a gyökere a gyulladás. A krillolajban lévő omega-3 csökkenteni tudja a bőrön kialakult problémák hátterében álló gyulladásokat, így végeredményben csökkenteni tudja ezen problémáknak a tüneteit. Az asztaxantin csökkenti a szabadgyökök számát a bőrben, amely ugye a bőr öregedését okozzák, míg a zsírsavaknak bőrlágyító, hidratáló és fényező hatása is van. A hetedik előnyét a krillolajnak PMS esetén élvezhetik a hölgyek. A PMS egy ösztrogén dominanciás állapot a női szervezetben. Az omega-3 zsírsavak a legfontosabbak a zsírok a hormonrendszer működéséhez, a kiegyensúlyozáshoz. A krillolaj csökkenti a PMS-sel járó fizikai fájdalmat, illetve a lelki és fizikai állapotot is javítja. PMS esetén a krillolaj mellé érdemes még szedni kálciumot, magnéziumot és jódot is. A jód kulcsfontosságú a PMS tüneteinek csökkentéséhez, a jódot mindenképpen természetes formában érdemes bevinni, például algákkal. A kalciumot és a magnéziumot pedig érdemes együtt bevinni, és lehetőleg olyat, amelyben a kalcium és a magnézium ugyancsak természetes, azaz szerves kötésben van. És végezetül a nyolcadik problémakör, de pont talán a legfontosabb, ami a legtöbb embert érint valamilyen módon, azok a hormon szintjével kapcsolatos problémák, a hormonokkal. A hormonok megfelelő működéséhez talán a legfontosabb vegyületek a zsírfélék, a kókuszolaj, a vaj, a nitritmentes húsokban lévő zsíradékok, de mindközül talán a legfontosabb az omega-3 zsírsav. A krillolaj mellé a hormonrendszer megtámogatásához a friss, tiszta mépenpőt érdemes még szedni. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, a személyes kérdésedet pedig küldd el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!